Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát megkezdődött a globális hónap második eseménye, amely maradjunk annyiba, hogy inkább a roham névre hallgat, mint a csapásra, végül is lényegtelen. Ugye szintén három fokozatba, első az állandóan aktív, közelről megnövelt sebzést okozunk. Második a legyen kritikus támadás, oké. Pluszként az ellenség által távolról okozott sebzés növekszik, tehát ez inkább káros az egészségre. Harmadik a nagyarányú támadás. Az ügynökök sebzése nő, ha együtt vannak, az ellenfelek sebzése pedig akkor nő, hogyha az ügynökök eltávolodnak egymástól. Igen. Mint látható, vannak különféle feladatok, legfőképp elembéket kell lőni. 10 méteren belül, 10 méteren kívüli sebzés százalékok. Küldetésekbe szerepel az orosz konzulátus, a Queens, a Grand Central Station, a közgyűlés, valamint a sólyom elveszett, mint betörés. 20 bravúr, amiből ugye 13-at fejeztem be, még hetet be kell. Na, ölések adottak. Magatartás. Jó. Igen, legyen magatartás. Hányszor feküdtél meg? Hányszor feküdtél meg teljesen? Hányszor élesztettek újra? Hányszor élesztettél újra? Igazából számomra ez a globális nem igazán a farmolásról fog szólni. Inkább a bravúrokra hajtok rá, amit eddig még nem teljesítettem. Hát nem lesz könnyű. Gránátos ölés. Hát, hogyha 50-nél tart az első, akkor valószínű 150 lesz a vége. Hát igen, ezek a elsősegély gyógyító képességek nélküli bravúrok, igazából erre hajtok, ezekre a maszkokra, de hát ez csapat bravúr, de szerencsére sikerült rábeszélni a barátaimat, hogy legalább egy napot áldozzunk rá. Ugye farmolás szempontjából három hely javasolt, egyik a Hudson, kihitte volna, másik a Lexington. Szintén meglepetés. Harmadikként viszont a plusz sebzés bónusz miatt nagyon kiválóan lehet a Clear Sky tiszta jégbolt betörésen farmolni. Hát ide egyértelműen DPS szettek kellenek, csapásmérő. Esetleg Lone Star. Alfa, attól függ ki, mit rakott össze. Lényeg az, hogy DPS-ettek, jó csapatmunka és bármely feladat könnyen megoldható. Hát gyorsan veszünk 4 ládát, megnézzük, hogyan adogat. Legalább annyi legyen. Illetve hát nagyon kiválóan alkalmazható a D3 pajzsos szett. Oké, csapásmérő kesztyű, arra pont szükségem van, de tényleg reclaimerre annyira nincs. Meglepő az első kettő, mindjárt 6-os. Na jó, azért a másodikban már hozta a formáját. Viszont itt is kaptam egy csapásmérőt. Jó, megnyugodtam, semmi gond. Túlélő. Igen, ezeket is össze kellene törni. Na nézzük, egy reclaimer képzettség gyorsítás. Egyelőre megőrizzük. Őt nem.
megőrizzük, majd meglátjuk, ők nem kellenek. Nem, nem törjük. Elég jó. Életerő, hát ez hihetetlen. Könnyű géppuska sebzés. Jó, egyenlőre megmarad. Ez pedig semmi. Jó, tehát mint mondtam, DPS-et kell, és gyakorlatilag a eseményről túl sok újdonságot nem tudok elmondani. Az előző eseményről még nem jöttek ki statisztikai adatok, de valószínűleg hozta a számításokat. Hát te mit keresel itt? Úgyhogy a videó második felébe én azt a szettet mutatom be, amit összeraktam. Jó, köszönöm, tudom. Amit összeraktam erre a feladatra, az pedig nem más, mint a Lone Star. A Lone Star-t ugye legtöbb ember ismeri, néhányan használták, néhányan nem. Nem olyan rossz szett az. Warning. You are exiting the safe area. Na, tehát Lone Star. A magányos csillag. 6-os. Ugye bónusz 200% lőszerkapacitás, bónusz 3 8% könnyű géppuska, rohampuska sebzés, ami soti. Bónusz 4. Gyakorlatilag ha fegyvert cserélsz, újra töltődik. És ezt ki lehet használni, minimális újratöltési idő van. 5-ös bónusz, 50% lőszerkapacitás, 12% könnyű géppuska és rohampuska sebzés. Így a 5-ös bónuszig kapsz plusz 20% sebzést és 150% lőszerkapacitást. A 6-os bónusz a tomboló. Ez egy nagyon király eszköz. Ha fegyvert áraban 50% lövedék marad, 75% esély van a bónuszra. Ha ez a bónusz aktiválódik, az utolsó lövés után a tár újra töltődik, a tűzgyorsaság 30%-kal megnő, a fegyversebzés 30%-kal megnő. Hát, azt hiszem, hogy nem kell hozzá különösebb kommentár, igencsak jelentős plusz sebzést okoz. Ami, ha azt nézzük, hogy ugye ez a roham, tehát gyakorlatilag nagy valószínűséggel nem fedezékben lévő célok ellen fogunk harcolni, mert le kell őket rambózni, le kell őket rohanni, akkor még hozzáadódik a könnyű géppuskáknál a plusz 20% fölötti sebzés fedezéken kívüli célpontok ellen, így azért nagyon durva sebzést lehet okozni. Na, de nézzük a részleteket. Magányos csillag meddény. Én ezt életerőre gyúrtam ki. Főbb tulajdonságként életerőt tettem bele, plusz van páncélsérülés, lőszerkapacitás. Ezen kívül módosítóként egy életerő és egy tűzfegyver módosítót 1% kritikus találat eséllyel. Maszk. Kigyúrva tűzerőre, 4% kritikus találat esély, 14%-os égési ellenállás. Tűzfegyver módosító 1% kritikus találat eséllyel. Térdvédő. Ugye életerőre, kigyúrva főbb tulajdonságokként életerő, kisebb tulajdonságként zavarodottsági vérzési ellenállás és sebzés az eliteken.
módosítónként tűzfegyvermódosító kritikus találateséllyel, illetve okos fedezék sebzés csökkentés fegyvertok. Hát ez adott kritikus találatesély és szintén okos fedezék sebzés csökkentés. Kesztyű. Kesztyű tűzerőre kigyúrva, kritikus sebzés, kritikus esély, illetve könnyű géppuska sebzés. Hátizsák. Tűzerőre kigyúrva, ide tettem be azt, ami azért nem árta van, mégpedig a stabilitást. Plusz 52% lőszerkapacitás, ez ugye ki lehet számolni, 250%-kal több lőszerem van, mint ami alapból járna. Módosítónként egy tűzfegyver módosító kritikus találat eséllyel és okos fedezék sebzés ellenállást. Itt annyit tennék hozzá, hogy okos fedezék sebzés ellenállás. Mindenki azt tegyen be, amire úgy érzi, hogy jó. Vagy egy elsősegély öngyógyítást. Pulszt azért nem raktam be, mert ugye a bravúrok jelentős része orvosi képzettség hiányához kötött. Vagy orvosi adottsághoz. A pulsz pedig egy orvosi skill. Éppen ezért nem lehet használni. Jelen pillanatban ez az okos fedezék, ez jó ötletnek tűnt, le lehet mögé bújdokolni, hogyha nagy a baj. Na, fegyverek. Én éhes disznó nagypapát tettem be. Van benne egy gonosz, ami kritikus találat esélyét 10%-kal növeli, egy brutális, ami a fejlővés sebzés 12%-kal növeli. És ugye ott van a harmadik bónusza, ami egy célpont megsemmisítése után megnöveli a sebzést 10%-kal addig, amíg be nem fejezed a tüzelést. Ez eléggé durva, nem mondjuk. Én a brutális helyet jobb szerettem volna halálost, a 12%-os kritikus sebzés, de sajnos nem rendelkezem több tonna hungry hoggal. Volt vagy 10 darab, de egy kivételével összetörtem őket, most amikor szükségem lenne rá, nem dobja. Na, de ami a lényeg, nem bővített árat használok, hanem nagysebességű lőszer jó legyen, amely 7,5%-os kritikus esélyt és 4%-os kritikus sebzést, valamint majdnem 5%-os tűzgyorsaságot biztosít. Optikába szintén kritikus találat esély, fejlővés sebzés, kritikus sebzés, csőtorkolat, nagy csőtorkolat, lökésgátló, semmi értelme ennek a kifejezésnek így. 13% stabilitás biztosít pluszba, 3% kritikus esélyt és 4% kritikus sebzést. Kis markolat 18%-os kritikus sebzéssel, 2,5%-os stabilitással és 4,5%-os optimális távval. Ide talán jobb lett volna a pontosság, de köztudott, hogyha valamire szükséged van, akkor azt biztos nem kapod meg. Ugye a sokadik kraftolás után beleuntam és a legjobbat tettem be, amit addig adott. Másodlagos fegyverként szintén egy könnyű géppuskát használok, egy MG5-öst, ami hát nem a legjobb, de azért nagyon király. Ebbe adottságként van a halálos, ugye a kritikus sebzés 15%-kal, a brutális, ami 12%-kal növeli a fejlővés sebzést, és egy hozzáértő, ami képzettség használata utána kritikus találat esélyét 7,5%-kal növeli 15 másodpercen keresztül. Szintén egy nagysebességű lőszertárat alkalmazok benne, amely 7%-os kritikus esélyt, 4%-os kritikus sebzést plusz 11,5%-os tárkapacitást biztosít. Optika, szintén kritikus esély, fejlővés sebzés, kritikus sebzés,
A gyömeg a puska hangtompító, 18%-os fejlővéssebzéssel, 2%-os pontossággal, 4%-os kritikus sebzéssel, 47%-os csökkentett veszéllyel, illetve a markolat 19%-os kritikus sebzés, 4,5%-os optimális lőtáv és egy teljesen felesleges dolog, 4,5%-os újratöltési idő, de már elmondtam ugye, hogy ha valami kell, akkor azt nem kapod meg. Na nézzük ezek után, hogy néz ki a összességében az egész. Ugye tűzfegyver álló képesség, elektronika adott. Fegyversebzés adott. A Hungry Hoggal 45%-os kritikus találat esély, ami szerintem egész jónak mondható. Amin viszont még dolgoznom kell, az az elég alacsony 71%-os kritikus sebzés. Fejlővés sebzés, azt mondom, hogy ez a 117%, ez korrekt. Miután nem nagyon fedezékből fogunk harcolni, így ez a 33%-os stabilitás is jogos. Hát a hatótávolság 41 méter, újratöltési idő lényegtelen. Van 32%-os könnyű géppuska sebzés bónusz, ami szintén jó. A rohampuska az most jelen pillanatban lényegtelen. Van 16% elit elleni sebzés, ezt jobb lett volna felvinni 28%-ra. De ez van. 6% páncéltörés, ez sajnos nagyon kevés. Hát a képzettség, igen. Az körülbelül ennyi. 88 ezer, nem több, béka segge alatt van. Nincs képzettséggyorsításom. Túlélő képesség, 457 ezres szívósság, elfogadható. Életerő regeneráció, 15533, ezek az értékek valamelyes még növekedni fognak az optimalizálás után. Van egy 28%-os vérzés ellenállás, 14%-os égés ellenállás, és szavarodottsági ellenállás 30%. Hát a vírus szűrő az lényegtelen dolog, relatíve. Na, nézzük az MG5-össel a tűzfegyver tulajdonságokat. Itt a kritikus esély az csak 31,5%, kritikus sebzése viszont 87%, fejlővés sebzés 120%, 2% pontosság, kevesebb stabilitás kell bele, könnyebben megtartható, hatótávolság 31 méter, újratöltési bónuszok lényegtelenek, és a többi az nagyjából ugyanaz. Jelen pillanatban képzettségként én egy immunizátort használok, illetve, mint mondtam, az okos fedezéket, valamint a felhúzó szuperképességet, ezeket majd át fogom állítani. Adottságba szokásos, kritikus mentés, felcser, ezeket szintén át kell majd állítani. Ezen kívül a biztos kezek, illetve a mozgás közben. Hát körülbelül így néz ki ez a szett, mint látható 3168 lőszer tudok magammal vinni. Most nézzük, hogy hogyan is sebez. Hát látható stabil 80-as, illetve 106-os sebzés. Szerintem kiemelkedőnek mondható. Nézzük az MG5-össel. Némileg alacsonyabb. De beindult a Lone Star bónusz, és abban a pillanatban szeretném, hogy kicsit beindult a Lone Star bónusz, de nem úgy tudjuk, hogy ne akart.
töltemetre az lenne a Lexingtonban, ellenállásra. Jól működik. Már Lexingtonban a tetőn vannak gondjaim, még nem mondom. De a többi rész az viszonylag simán megy. És igen, ez a típus a metektus, ha valamit meg akarok mutatni, van nem kell. A fegyvert megtartani még ezzel a stabilitással sem egyszerű, de azért kicsit belekapaszkodva meg kell fordulni természetesen mossam, de meg... És azért vegyük figyelembe, hogy ez csak fél tábla, de... A ellenállásba 80-tól 160-ig sebzett a Hungry Hog. Ugye ott még bele kell számolni, hogy ülés esetén kapunk 10%-ot. Oké, azt hiszem feladom. Hát ez még kettő kísérletet. Most sincs meg. Tehát ez volt az én Lone Star szettem. Nem rossz, picit még optimalizálni kell. Picit nehezen tartható. Kontrollerrel főleg. Viszont nagyon hatékony. Persze senki ne várja azt, hogy pillanatok alatt leszed egy Elite Laramacit, mert azért a páncéltörés hiánya az benne van. Ha valaki nagyon át akarja alakítani, akkor a lila módosítókkal feltolhatja az elitek elleni sebzését még 20%-kal. Összességében kedvező esetben jó fegyverrel 50% fölötti plusz elit elleni sebzéssel egész egyszerűen mindent ledarál, ami az útjába kerül. De úgy vélem, hogy a roham globális esemény, egyéni bónusza miatt, a plusz sebzés miatt, hogyha közel vagyunk, ebbe a formába is tökéletesen fog működni. Hát én megköszönöm a figyelmet, végül is azért csak összejött a Lone Star bemutató, tehát 80 és 130 közötti sebzést ezzel a szettel, ebbe a formába, eliteken, minden további nélkül lehet ütni. Jó kis szett, érdemes kipróbálni. Én megköszönöm a figyelmeteket. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, ha nem, tegyétek az ellenkezőjét. Kérdésetek van, tegyétek föl, ha tudok, válaszolok. Véleményetek, javaslatotok, észrevételetek, írjatok kommentet. És kívánok jó farmolást, vagy jó bravúrgyűjtést.
Találkozunk globális esemény végén. Sziasztok!